miniszter úr, egy közhellyel fogom kezdeni ezt a beszélgetést. Azt szoktuk mondani, hogy a mezőgazdaságban nincs két egyforma év. Na most a 2022-es évről aztán el lehet mondani, hogy tényleg ez egy olyan év volt, amilyet még ma Magyarországon élő ember nem nagyon látott. Ez pontosan így igaz, ehhez hasonlót én az életemben soha nem éltem át. Minden, ami elképzelhetetlen volt, az bekövetkezett. Ilyen kihívások még soha nem voltak. Kezdjük a koratavaszi faggyal, ami ugye a gyümölcsöseinket ritkította, és aztán jöttek az aszályos idők, olyan történelmi léptékű aszály, ami tényleg emberemlékezet óta nem volt. Nem arról szólt, hogy csökkent 10-20-30%-kal a termés mennyisége, hanem egyáltalán nem nő meg egy-egy növény, kukorica vagy napraforgó. Tehát rendkívül elkeserítő és nehéz helyzet. Ehhez hozzájött az, hogy a szomszédunkban háború dúl, ennek a háborúnak nyilván következményei vannak, megemelkedő árak, áremelkedések, mind-mind olyan nehézség, amellyel szemben óriási erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán túl tudjuk élni, egyáltalán sikereink legyenek. De hát a parasztember az ugye sok mindent kibír, mint ahogy itt az évszázadok tapasztalatai alapján elmondhatjuk. De ugyanakkor van feladat bőven, amit ez az év adott, amit ez az év rávilágított bizonyos dolgokra, és itt elsősorban a vízre gondolok, ami sarkalatos problémája lett Magyarországnak, és talán minden rosszban van valami jó, hiszen minden ember most már Magyarországon tudja, hogy ez mit jelent a víz. Ez pontosan így van. Nagyon remélem, hogy fölgyorsulnak mindazon lehetőségek, amelyekkel a magyarországi vízgazdálkodást sikerül átalakítani. Elsősorban szemléletváltásra van szükség. Szemléletváltásra abban a tekintettel, hogy nem vagyunk biztonságban. Korábban mindig azt hittük, és így is volt, medence jellegű vagyunk. A körülöttünk lévő nagy hegyekről nálunk folynak össze a vizek, és azt gondoltuk, hogy ez így teljességgel elegendő. Az idei esztendő rávilágította arra, hogy mind a Dunában 40%-kal volt kevesebb víz, a Tiszában 60%-kal volt kevesebb víz. Ennek is egy következménye természetesen az a nagymértékű aszály, ami sújtott bennünket. Nem lehet, nem az a cél, hogy hogyan vezessük el minél gyorsabban a vizet, hanem az a cél, hogy a meglévő vízkészlettel hogyan tudunk gazdálkodni. Hogy amikor bővíz van, hogyan tudunk betárazni, hogyan tudjuk a talajba, tájba juttatni ezt a vizet, és megőrizni ott ezt a vizet. Mi nagyon komoly intézkedés sorozatot hoztunk, terveket készítettünk, azonnal életbe lépőt, a holnap és a holnap utánra valót is. És bizony ez nagyon komoly társadalmi párbeszédet is eredményezett, hiszen számos szakértő, kutató jelentkezett. Elővettük a régi terveket is megnézni, hogy hogyan gondolkodtak elődeink arról, hogy hogyan kell szabályozni Magyarországon a vízgazdálkodást. És tényleg a legrövidebb, azonnal hatályba lépő intézkedéseink a meglévő történelmi csatornáink kitisztítása. Hiszen azok ott vannak, azok tapasztalatra épültek korábban, hiszen azért itt Magyarországon már több mint 400 ezer hektárnyi területet öntöztek valamikor. Aztán ez abba maradt, és ugye a tavalyi esztendő és idei 87,5 ezer hektáron volt öntözéses gazdálkodás. Ez nyilván tarthatatlan. És ezért is dolgozunk azon, hogy először csatornákat kitisztítani, majd az ideiglenes víztározókat végleges víztározóval alakítani, hatalmas nagy tározó tavakat kell létesíteni, és gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan tudjuk megemelni mondjuk a Tiszának a vízszintjét egy fenéküszöbbel, amely nem csak az öntözést szolgálja, hiszen itt is egy szemléletváltás van. Ketté kell vennünk a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésköröket, mert az egyik része az öntözéses gazdálkodásról szóló rész és fejezet, amely a termelőket segíti, de a másik egy ökológiai vízgazdálkodás, az ökológiai vízháztartásnak a segítése, hiszen az egész homokhátság kiszáradóban van, muszáj megemelnünk a vízszintet, a talajvízszintet, mert most az történik, hogy az egyre mélyülő fenék meder nemhogy kifelé juttatná a vizet a kapillaritás elve alapján, hanem vákumként a környezetből magába szívja ezt a vizet, ezért csökken a talajvízszint. Nem lehet hagynunk ezt, ezen nagyon komolyan dolgozni kell. Ez az idei esztendő nagy tanúsága. Beszéltünk már
korábban mi is arról, hogy esetleg vízlépcsőket kellene a Tiszára és a Dunára építeni, és hát elődeink már ezeket is eltervezték. Számtalan ilyen építmény van tőlünk nyugatabbra, sőt, hát a világ nagyon sok táján így oldják meg a vizet az embereknek. Pontosan így van, nem egy új találmány, nem magyar találmány. És akik aggódnak azért, hogy akkor majd a üledék, lerakódás, majd akkor milyen ökológiai veszélyei vannak ennek, azoknak csak azt mondom, mindez igazuk lenne akkor, ha csak Magyarországon lenne a folyóinkon ilyen mű. De mindenütt előttünk, más országokban már mindenütt kiépítették, és az a helyzet, ha mi nem csináljuk meg, olyan hátrányba kerülünk, mert nem tudjuk itt tartani a vizet, és az a igazság továbbra is folytatódni fog, hogy kevesebb víz érkezik, és sokkal több távozik Magyarországról. Erkölcsi kötelességünk és felelősségünk is megőrizni, fölfogni ezt a vizet. De, és egy újabb utat nyitnunk kell a szemléletváltás kapcsán, mert nem csak arról szól, hogy a víz mennyiséget hogyan tudjuk használni, hanem hogy is használjuk, hogyan élünk azzal a lehetőséggel. Csak egy példát hagy mondjak. Mezőegyesen eddig 2500 hektáron volt öntözés. Most több mint 5000 hektáron vagyunk képesek egyszerre öntözni. De a modern technológiának köszönhetően ugyanannyi vizet tudunk használni az 5000 hektáros terület öntözésére, mint a 2500 hektáros terület öntözésére. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem korlátlanul áll rendelkezésre a víz mennyisége, hanem azzal tényleg gazdálkodni kell a technológiáknak megfelelően. De jön az emberben lévő változás is. Milyen talajművelést alkalmazunk? A forgatás nélküli talajművelésnek a használata. Az, hogy akkor ott mulcsozunk, hogy vízőr technológiákat használunk, hogy milyen vetőmagot használunk, a genetikai potenciálunkban rejlő lehetőségeket bizony ki kell használnunk, hiszen a génbankjainkban, a világ hatodik legnagyobb génbankja Magyarországnak van, olyan genetikai potenciálok vannak, amit be tudunk vetni a szárazság elleni küzdelembe. És igen, el kell döntenünk olyat, hogy kell-e, szabad-e szárazságnak kitett területen mondjuk kapásnövényeket termesztenünk, kukoricát és napraforgót. Vagy váltsunk, és azt mondjuk, hogy akkor oda gabonaféléket ültessünk, mert biztonságosabban termelhető. Vagy a kukorica helyett hozzuk meg a nagy döntést, ilyen területeken ültessünk inkább cirkot, és azzal biztonságosabb termés eredményt tudunk elérni. Tehát számos olyan lehetőség van, amely a meglévő víz mennyiségen túl is ad nekünk lehetőséget arra, hogy a meglévő víz mennyiséggel tudjunk eredményesen gazdálkodni. Korábban arról beszéltünk, hogy esetleg a támogatásokat is ahhoz fogjátok kötni, hogy ki milyen talajművelési rendszert alkalmaz a területén. Így van, ez az új közös agrárpolitika, a stratégia terve teljesen lehetővé teszi azt, hogy több irányból is segítsük a biztonságosabb gazdálkodást. Az első ilyen, hogy ma már a vízborításos területre is jár a terület alapú támogatás. Tehát nem az a cél, hogy minél gyorsabban elvezessük a vizet, hanem támogassuk a fogtői gazdálkodást, támogassuk az ártérben történő gazdálkodást, támogassuk az árasztásos gazdálkodást, mert nem baj, ha a tájban raktározzuk a vizet. És azért is jár a terület alapú támogatás. De gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon fontos, ez a Green Deal-ben van megfogalmazva, azaz, hogy nem jár alapból semmi, hanem mindenért valamit tenni kell, hogy a környezetünk védelme, a fenntartható gazdálkodás, a fenntartható fejlődés az biztosított legyen. És vannak ilyen agroökológiai alapelemek, ez az ökosim rendszer, amelyet a gazdák, hogyha forgatás nélkül talajművelést alkalmaznak, plusz 20 ezer forintot kaphatnak a meglévő 142 eurós támogatás mellé terület alapon. De hogyha a mulcsozást, ha a szerves trágyázást használják, akkor mind-mind plusz források, vagy ha a vízőr technológiát használják, baktérium trágyázást használnak, akkor mind-mind plusz-plusz forrásokat tudnak begyűjteni. Ez egy étlap, mint kis legó kockákból össze lehet rakni egy sokkal magasabb támogatást a terület alapon, ami jár a gazdáknak az egyes pillérből, mint ami korábban volt. Mert nagyon fontos az, hogy az a korlátos jószág, a talaj, ami körülvesz bennünket, amin a termelést folytatjuk, aznak a minőségét tudjuk megőrizni. Nagyon sok pályázatot adtak be a termelők, és nagyon sokan meg is nyertek pályázatokat.
Na most ismeretes, hogy az infláció az elszaladt oda, ahova elszaladt. Mit tudtok javasolni a termelőknek, hogy valósítsák meg ezeket a pályázatokat, vagy adják vissza, vagy van-e valamiféle terv arra, hogy esetleg valamilyen kompenzációt, még többlettámogatást kapjanak ezek a pályázatok? Ugye itt két felé kell bontanunk megint csak ezt a kérdést, hiszen az átmeneti kettő esztendőnek is két része van, hiszen van, ami még az elmúlt 7 év közös agrárpolitikájának a lezárásából származik, ugye ott azokat a pályázatokat be kell fejezni, hiszen mindenképpen azokat át kell adni, el kell számolnunk a forrásokkal. Az átmeneti évben beadott pályázatok, ami több mint 1150 milliárd volt az elmúlt esztendőben, ott állnak fönt ezek a problémák. Én azt javaslom a gazdáknak, mivel az alapanyagok ára fölment, az input árak elszabadultak, energia drágulás is bekövetkezett, újra kell gondolni mindezeket. Nem javaslom a gazdáknak, hogy akik nem fogtak még hozzá, akik semmit nem tudtak tenni, mert ráadásul még van egy nehéz helyzet, erről is beszélni kell. Borzasztó nehéz az ilyen banki környezetben megszerezni az önrészhez valót. És sokan azért állnak, mert kopogtatnak egyik bankból a másikig, hogy hogyan tudnak hitelhez jutni, hogy az önrészüket tudják finanszírozni. Hiszen itt azért 2 milliárdos önrészű pályázatokról is beszélünk, ahol nagy beruházásokat kell megvalósítani. Nehezen jutnak hozzá az önrészhez. Hogy ha nem akarják elégetni az állami támogatási részét ezeknek a pályázatoknak, adják vissza inkább, mint hogy elveszítsük ezt az Európai Uniós forrást. És 23-tól új feltételekkel kiírjuk ugyanezeket a pályázatokat. És hogyha már egyszer nyertek egy jó pályázattal, akkor új árazással tudnak nyerni 23-ba is egy következő pályázati körben. Ráadásul megfordítjuk a pályázati rendszert pont e nehézségekből kiindulva, hogy nem utófinanszírozású lesz, hanem előleget adunk a gazdáknak. Pontosan azért, hogy az önrészükhöz, a banki folyamatokhoz sokkal könnyebben hozzá tudjanak jutni. A kormánynak mindig is fontos volt az, hogy vidéken maradjanak az emberek, ott dolgozzanak, ott termeljenek, maradjanak meg a tanyák, a falvak. Átmenetileg szünetelt a tanyatámogatás, a tanyapályázatok nem jelentek meg ebben az esztendőben. Várható-e, hogy az elkövetkezendő évtől ismét lesz majd tanyapályázat, és a tanyák fejlesztésére szán a kormányzat majd pénzeszközöket? Igen, természetesen, hiszen az egyik legsikerültebb pályázatunk volt. Pont azért fogyott el a kerete, mert mindig ki kellett egészíteni. Nem volt szívünk lezárni a pályázatokat, mert rendkívül módon beleillik a magyar kormány politikájába az, ami ma a magyar tanyákon történik. Újra népesedtek, fejlődnek, beruháznak. Olyan gazdálkodást folytatnak, ami rendkívüli módon fontos. A kézműves termékeknek a megjelenése, a hagyományos értékeinknek a védelme, mind-mind köthető ezekhez a kistérségekhez. Ezért 23-tól természetesen újraindul, újra nyitott kerettel, és itt megint csak nagy sikerekre számítunk, hiszen végtelen fontos mindaz, ami ezekben a legkisebb térségekben történik. Miniszter úr, te vagy az egyik legtöbbet dolgozó miniszter, hiszen össze-vissza cikázol az országban egész évben. Itt a karácsony, hol töltöd? Muszáj menni, hiszen a magyar mezőgazdaság nem a Kossuth téri aszfalton van, hanem Magyarország legtávolabbi sarkában is. És mivel itt minden kézmunkájára szükség van, ezért a miniszternek is ott a helye. És főleg, amikor nehéz időszak van, akkor bizony erőt kell adni, bátorítást kell adni, tanácsot kell adni, és éreztetni kell azt, hogy a jóban is és a rosszban is együtt vagyunk, egy sors közösség vagyunk. Ezért vagyok, és ezért szeretek ott lenni mindig a gazdák között. A karácsony viszont óhatatlan a családé. Akkor igyekszik az ember otthon bekuckózni egy kicsit, és családi körben számot vetni az elmúlt esztendővel, talán picit meg is pihenni, örülni az unokámnak, játszani egy kicsit, hiszen az élet rendkívül nagy ajándéka, hogy az ember nagyapa lehet,
és lehet kifejezni gondtalanul, felhőtlenül azt a szeretetet, és át is lehet élni azt, amit az ember kap. És most már éppen beszélget is, tehát a legnagyobb ajándék, ami létezhet a Földön. Azon túl természetesen, hogy örülünk annak, hogy karácsony van, megszületett az Úr Jézus Krisztus, és azt vágyom, arra törekszem, és azt kívánom mindenkinek, hogy ne csak ott betlehemi jászolba szülessék meg, hanem mindjájunk szívében, mert akkor lesz igazi karácsony. Miniszter úr, köszönöm a beszélgetést, és békés, boldog karácsonyt kívánok neked és családodnak. Köszönöm szépen.